A díszlet, kedves közönségünk, azt hiszem ismerős. Higgins professzor dolgozószobájában vagyunk. A karosszékben a Pigmalion Doolittle kisasszonya, Mészáros Ági, a karfának támaszkodva a My Fair Lady Doolittle kisasszonya, Voight Ági. A kezemben azonban nem angol, hanem magyar újságokat tartok. Néhány idézet az év nagy kiugrásáról, a Kaktusz virága című zenés vígjátékról, amelyet a József Attila Színház mutatott be. A Népszava így ír. A József Attila Színház bemutatójára évek múltán is úgy emlékeznek majd, ahonnan Voight Ági elindult. Vagy egy másik kritika, nem tudom, mit szól majd Ági hozzá, vagy anyuka mit szól hozzá, a Magyar Nemzetből. Stefáni kisasszony kaktusz ugyan, de a kaktusznak nem csak tüskéi, hanem szép, formás és húsos levelei is vannak. És végül talán a legszebb kritika Barabás Tamás tollából, az Esti Hírlapból. Ünnepi pillanat volt, kezdő színész számára mindennél boldogabb perc, diploma átvétel az élettől, a közönségtől. Hát ehhez csak gratulálni lehet. Higgins professzor dolgozószobájával kezdtük ezt a kellemes beszélgetést, fejezzük is így be. Nem véletlen, hogy ebben a díszletben ülünk, mert jelenetet is látunk majd Mészáros Ágitól. Melyiket? Amikor a fonetikára jelentkezik Higgins professzorhoz. Kik a partnerek? Básti Lajos és Rajna Jelli. Hányszor játszotta ezt a szerepet Básti Lajossal? 8 előadás hiány 600-szor, és remélem a következő 600 előadást Ági fogja csinálni. És Voight Ágitól melyik részt látjuk? A My Fair Lady-ből a tanuló jelenetet. Partner? Újréti Laci. Hát, akkor megyek is öltöz. Jó! Jó, Eliza, még be sem fejeztük a munkát. Az utcákon már is garmadával hevernek azoknak a férfiaknak a hullái, hullahegyei, hullahekatombái, akik mind maga miatt lőtték főbe magukat, maga miatt ittak mérget. Megyek innen, beszámra, hiányzik egy kereke, ilyen dílis pacák engem ne tanítson. Úgy. Szóval én őrült vagyok. Adja vissza. Persze, és söpörje ki innen ezt a vakarékot. Na, menjen szépen az a szüleihez, kislányom, és mondja meg, hogy vigyázzanak magára. Nincsenek is szüleim, otthon annak idején azt mondták, anyányi vagy, már állj meg a magad lábán, az a kisöpörtek. Nincsenek is szülei? Hát akkor mit vitatkozunk, kérem, ez a lány? Senki, senkinek se kell, csak nekem. Hát és aztán, mi lesz vele aztán? Adjunk neki fizetést? Hát gondolkodjék józanul, uram. Fizetés? Hát lakása lesz, kosztja lesz, szállása, ruhája lesz, ha pénzt kap, csak elissza. Mit piszkol engem, ne lógasó, akárki megszagulhatja számba, sose voltam piás. Maga a úri azt, hogy ne hagyja, hogy így pocskondiázzó. De Higgins úr, nem gondolta még meg, hogy a lánynak vannak érzelmei is? Nincsenek neki. Legalábbis semmi olyasmi, amivel törődnünk kéne. Mondja, Eliza, vannak magának érzelmei. Látás, hogy vannak éppen úgy másnak. Nagyon szeretném tudni, hogy milyen minőségben lesz nálunk a lány, és mi lesz vele, ha befejezte a tanítását. Na hát egy kicsit a jövőre kell gondolni, professzor úr. Mi lesz vele, ha ott hagyom a csatorna lében, erre feleljen, drága Pörcs? Az a leány gondja, és nem az ön. Nagyon helyes, akkor ha befejeztem a tanítást, megint visszapottyantom a csatorna lébe, és az az ő dolga lesz, jó? A világrend helyre áll. Nincs magának szíve. Nem törődik senkivel, csak magával. Nekem ebből elég volt, alá szolgálja. Röstelhetné magát, annyit mondhatok. Eliza, nem parancsol egy kis csokoládé? Mit tudtasam én, mi van abban? Hallottam én valamit, hogy a magukfajták megítették a szegény lányt. Na csak a bizalom kedvéért, hogy megnyugodjék. Na, na, na. Na, kap minden övé egész dobozzal. Egész hordóval, egész szekérderékkal. Csokoládén fog élni, erre gondoljon, Eliza. Csak az lesz, mert tudom, hogy finom lánynak nem illik köpni. Eliza, csokoládé, faxi, arany, gyémán. Nem kell nekem arany meg gyémán, mert tisztességes lán vagyok, hallja. Percné felügyelete alatt az is marad. Ide figyeljen, Eliza, maga itt fog lakni 6 hónapig. Maga megtanul olyan szépen beszélni, mint egy boltos kisasszony a virágüzletben, jó? Ha szófogadó lesz, ha engedelmes lesz. Lesz szép hálószobája. Pénzt kap, amennyit akar. Taxizhat, amennyit akar. Csokoládét ehet, vehet, amennyit.
De ha haszontalan lesz, ha lusta lesz, a fáskamrában fog hálni a svábbogara között, és pörszni az, hogy minden reggel kiparolja a fenekét. 6 hónap múlva hintóba ül, teljes díszben elhajtat a királyi palotába. Ha a király észreveszi, hogy maga nem született úrinő, beviszik a towerba, leütik a fejét. Elrettentő például minden elvetemedett virágárus lány számára, de ha a király nem vesz észre semmit, akkor kap tőlem ajándékba 7 shilling 6 penny alaptőke, hogy megkezdhesse karrierjét, mint boltos kisasszony egy virágüzletben. Ha visszautasítja az ajánlatomat, maga a legelvetemedettebb persona ezen a világon, és minden angyalka zokogni fog a mennyországban. Elég erkölcsösen beszéltem, drága Percy. Vigye ki, Percy, áztassa be a fürdőkádba. Na, jöjjön velem, Eliza. Maga csak egy nagy huhányú, annyit mondhatok, ha nem akarok, akkor nem maradok. Engem ugyan senki sem fog kiporulni. Nem kívánkoztam én a királyi palotába, soha ebbe a büdös életbe, de még a rendőrséggel sem volt semmi baj, mert tisztességes lám vagyok, a majaj. Igen, és úgy van, ahogy mondom, de úgyis még én a királyhügy, hogy aztán leüssék a fejemet, én tudtam volna, hogy mibe vászok bele, sose gyűjtem volna ide, mert én tisztességes lám voltam világ életemben, nekem semmi beszédem a királya, fütyülök rá, és maga nekem nem mondjon ilyeneket, mert nekem is vannak ézen, mert én tisztességes lám vagy, bajos! A köd a síkon minden betöd. Mert ide jött a táj fölött. Száll a göd, száll a göd. Hozta az eső. A göd, a göd. Köd, a köd, a síkon mindent betöd. A köd, a köd, a síkon mindent betöd. Londonba mindenki fázik, és Cambridge-be bőrigázik. Mert ide jött a táj fölött. Száll a köd, száll a köd. Ránk hozta az eső. A köd, a köd. A köd, a köd, a síkon mindent betöd. A köd, a köd, a síkon mindent betöd.